Köszöntöm a Kölcsétel Vizió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Nyíregyházán mutatta be a pályafutásáról készült könyvet a volt vízilabdakapus Nagy Viktor. Nem jutott tovább az amatőr foci válogatottak tornájáról a vármegyei csapat. 9 együttes részvételével rendezik meg a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. A második helyen zárta az őszi szezont a vármegyei első osztályban a Máté Szalkai MTK futballcsapata. A nyíregyházi sportuszodában mutatta be a pályafutásáról készült könyvet Nagy Viktor. A világ és Európa bajnok, olimpiai bronzérmes kapus elmondása szerint azért kezdte Nyíregyházán bemutató körútját, hogy ezzel is inspirálja az akvese fiatal pólósait. 10 éves korom óta vízilabdázok, és nagyon gyorsan elment, de igazából egy évvel ezelőtt voltam itt Nyíregyházán legutoljára, és az is nagyon gyorsan elment. Úgyhogy örülök, hogy újra itt lehetek, és hogy itt nyithatjuk meg az első ilyen úgymond roadshow-t. Nyíregyháza kicsit azért áll közel hozzám, mert nagyon jó munka folyik itt, és körülbelül 2 éve ismertem meg a vezetőséget, és azóta árgus szemekkel nézem a munkásságukat, és le a kalappal. Úgyhogy azért szerettem volna, hogyha első helyszín Nyíregyháza, hogy kicsit még inkább halljanak róluk. Az Aqua SE, én úgy gondolom, nagyon jó munkát végez itt, és jó itt lenni. Gondolom, egy picit időutazás volt ennek a könyvnek az elkészítése. A rengeteg cím közül, eredmény közül, olimpiai bronz, világbajnoki arany, Európa bajnoki arany, BL győzelem, rengeteg magyar bajnoki cím. Van, ami picit közelebb áll a szívedhez, mint a többi? Igen, ahogy kérdezted, hogy milyen gyorsan elrepült ez a pár év, nagyon-nagyon gyorsan. A gyerekeimre nézek, már ott látszik az, hogy most születtek, és most már 13-11 évesek, és én 10 éves korom óta vízilabdáztam, úgyhogy ez is nagyon gyorsan elment. Az az érdekes, hogy először, amikor Dobos Sándor sportújságíró felhívott és megkeresett ezzel az ötlettel, akkor kicsit furcsáltam, meg nem távol állt tőlem, de nem mondtam nevet, viszont pont ez volt az ok, hogy átértékeltem, hogy mennyire gyorsan megy az idő. Reggel felkelünk, hétfő reggel van, aztán néhányat pislogunk, és már jön a hétvége, örülünk neki, aztán elment a hétvége, aztán kezdődik minden előről, úgyhogy kicsit ilyen mókuskerékben van mindenki szerintem. És az én életem is pont olyan szakaszában volt, hogy egy kicsit abba hagytam a vízilabdát, de utána mégsem álltam meg, és elég sok minden volt a fejemben is, meg úgy az életemben. És azt gondoltam, hogy ez egy jó dolog. És álljunk meg egy kicsit, és gondoljunk vissza, mi volt velem. Úgyhogy így indult az egész. Annyira gyorsan megy az idő, hogy egy fél év múlva, bő fél év múlva megint olimpia. Nem jut eszedbe ilyenkor, néha, hogy egy picit korán hagytad abba? Megdobban a szívem, és az a vicces, hogy így barátok fel is dobják ezt, hogy mit gondolok a visszatérésről, de ha komolyra fordítjuk a szót, akkor én maradok szurkoló, ahogy az elmúlt időszakban is a tokiói olimpia után, és nagyon-nagyon várom a jó eredményt, és nagyon bízom benne, hogy már addig is még tudnak jó eredményt elérni a srácok, és nyilván az olimpia a legfontosabb, ami 2024-ben vár a srácokra. Bízom a legjobban, és ott nem leszek, de szurkolni fogok nekik. Hol és hogyan élsz most? Hát egy 4 hónapja kiköltözöm a családommal Amerikába, Kaliforniába, San Jose-ban élünk. Voltak hírek, amik kicsit így negatívra lettek hangolva. Ezt megcáfolnám annyival, hogy nagyon, nagyon jól érezzük magunkat, és nyilván voltak nehézségek, de szuper. Szuperül el vagyunk, nagyon jó közegben vagyunk vízilabda edzőként. Első számban kapus edzőként, és emellett segítem a klubnak a munkásságát. Most több mint 400
gyereket oktatunk, és szeretnének fejlődni, és ebbe próbálok nekik még segíteni. Ismét neves vendége van az Aqua esélynek. Milyen szervezők munka kellett ahhoz, hogy Nagy Viktor, az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok vízilabdakapus itt mutassa be a pályafutásáról készült könyvet? Az Aqua Sport Egyesületnek ez egy óriási nagy elismerés, hogy Viktor úgy gondolt, hogy a könyvbemutatójának az első állomása Nyíregyházán lesz. Ennek az indoklása tulajdonképpen az ő szájából, ha elhangzott, az volt, hogy azt az utánpótlás munkát, amit itt Nyíregyházán képviselünk, ő ezzel próbálta értékelni és díjazni, és ezt külön köszönjük, hogy tényleg elsők között lehetünk az elsők között. Mennyire inspirál a gyerekeket egy-egy ilyen látogatás, egy-egy ilyen találkozás? Úgy gondolom, hogy nagyon fogja inspirálni őket, mert most is látjuk, hogy milyen tömeg gyűlt össze, és még ez a foglalkozás, ez a dedikálásos est, ez 2 órán keresztül fog tartani, és sok gyerek fog jönni, sok felnőtt, a városnak több részén volt azért reklámozva, és külsősök is jönnek, mert ez nem csak egy belső körnek szól, hanem mindenkinek, aki a sportágat, illetve a teljesítményt értékeli és elismeri. A vízilabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon. Érzitek azt, hogy egy-egy ilyen látogatás után megnő esetleg az érdeklődés a sportág iránt itt nálatok? Az érdeklődés az megnő, bár nem olyan nagyon és hatványozottan, mint ahogy ilyenkor sokan gondolnák. Igazán ami megtartó erő, az a legfontosabb, hogy ilyenkor a gyerekek még jobban oda teszik magukat, és még kitartóbban vesznek részt, nem csak a meccseken, versenyeken, hanem az edzéseken is. A harmadik helyen végzett az amatőr válogatottak régiós selejtező tornáján a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei futballválogatott. A Kis Tamás és Piskóti Zsolt által irányított együttes egy győzelem mellett egy döntetlent játszott és 2 szenvedett vereséget. A 2 évvel ezelőtti torna győzelemhez méltóan szerettük volna idén is megnyerni ezt a tornát, főleg úgy, hogy mi szervezzük. Összesen 3 edzés volt a srácoknak, valamint egy edzőmeccs. Az első 2 edzésre azért meg kell jegyezni, hogy több egyesület nem engedte el a játékosait, hiszen még javában tartottam egy első osztályú bajnokság, és ott, ahol kevesebben voltak, értelemszerűen, amikor edzés volt nekik is, akkor ugye nem tudtak annyi emberrel dolgozni, úgyhogy az első 2 edzésen egy ilyen 14-15 fő vett részt, de az utolsó edzés, valamint az edzőmeccsen azért szinte teljes létszámból ott tudott lenni a válogatott. Én azt hiszem, hogy megfelelően felkészítették a szakemberek a játékosokat, mind a szakmai stáb, mind a játékosok hozzáállása az példamutató volt. A játékkal a tornán a második mérkőzés kivételével, Nógrád mérkőzés kivételével szerintem nem volt probléma, hogy az első találkozót szombat reggel megnyertük Heves ellen, aztán a második mérkőzésen valóban Nógrád jobb volt nálunk, megérdemelten győzött 2-0-ra, ennek ellenére vasárnap a Borsod ellen, aki addig ugye 100%-os volt, fantasztikusan játszottak a fiúk, több góllal nyerhettünk volna, 3 kapufát rúgtunk, 11-est hibáztunk, sajnos ez nem fért bele, és ugye miután 0-0-ás döntetlenen ért véget az a mérkőzés, és eldőlt, hogy Borsod az első, az teljesen törvényszerű, hogy egy óra múlva eserékes Hajdú elleni mérkőzésre elkeseredtek már a srácok, és nem tudtak úgy felpörögni. Ennek ellenére a Hajdú mérkőzés második fél idejében is több ajtóablakzicserünk volt, 2 kapufát rúgtunk. Egyszerűen be voltunk oltva gól ellen, ahogy azt beszéltük is, 2 rugott góllal nem lehet megnyerni egy 5 csapatos tornát. Milyen volt a rendezés? Ugye 2 nap alatt kellett nagyon sok mérkőzést lepörgetni. Mindenféleképpen meg kell említenem a kollégáim segítségét és munkáját is az egész tavon szervezésbe, az előmunkába is, és a helyszínen is. Mindkét nap a megyei igazgatóság kollégái kitettek magukért, ahogy kitettek a nyírbátoriak is. Külön ki szeretnék emelni 3 személyt is. Erdei Zoltánt, aki ott a pályán tényleg mindent megtett és leste a csapatok kéréseit, minden csapatnak öltözőket biztosított a szombati napon, a szabolcsi csapatnak a 2 meccs között kimosta a szerelését, úgyhogy friss, meleg szerelésbe játszhattak a fiúk, valamint folyamatosan hozta a forró teákat a csapatoknak. Makai Robin szervezésben bármi probléma adódott, azonnal lépett, és tényleg nagyon nagy segítség volt, valamint a Tóth Krisztián, aki ugye szállította a mi csapatunkat is, és az utolsó nap például a Heves csapatát is a szállás és a pálya között, úgyhogy első szóra ők is, és tényleg nagyon lelkiismeretesen segítettek. Ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy ez a szervezés nemhogy méltó volt, hanem kimagasló volt a régiós tornák eddigi tapasztalataihoz képest. Tényleg csak pozitív
visszhangot hallottunk bármelyik igazgatóságtól, bármelyik játékvezetőtől, úgyhogy a szervezés az kitűnő volt, sajnos a csapat teljesítmény az most egy picit alul maradt, mondom a hozzáállás előtt le a kalappal, de az eredményesség az most nem sikerült. A selejtező tornát a 10 pontot szerző borsodiak nyerték, így ők léptek a következő körbe. A második helyet Nógrád képviselői szerezték meg 7 ponttal, az egyaránt 4 pontos szabolcsiak és Heves vármegyeiek előtt. A sort a 3 pontos hajdúságiak zárták. 9 csapat részvételével rendezik meg szombaton és vasárnap Nyíregyházán a Móricz Kupa lány nemzetközi röplabda tornát. A házigazdák mellett 5 hazai együttes és 3 külföldi csapat lép pályára a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. Nagyon rangos mezőnyre számíthatunk, magas szintű mérkőzésekre, hiszen a hazai élmezőny Vasas két csapattal, UTE, Gödöllő, MTK és a Móricz Sportcentrum csapatai mérhetik össze tudásukat, valamint testvérvárosaink Jaszló Lengyelországból, Prešov Szlovákiából és Szerbiából Kikinda. Azt gondolom, hogy nem fognak csalódni a röplabda szeretett, a röplabda szerelmesei, hiszen a két nap során 24 mérkőzést fognak látni. Két helyszínen zajlanak majd a mérkőzések a Móricz tornatermében és a Kertvárosi tagintézményünkben. Szombaton 9 órától körülbelül olyan 5-6 óráig, vasárnap pedig 9 órától és a döntőt 4 órára tervezzük, majd utána ezt követi az ünnepélyes eredményhirdetés. Milyen esélyekkel lép pályára a házigazda csapat? Mindenképpen szeretnénk a dobogó valamelyik fokát megcélozni. Már régen nyertük meg a Móricz kupát. Azt gondolom, hogy most hát ha eljön az ideje, hogy felemeljük a vándorserleget. Az országos első osztályban szereplő alapszakasz mérkőzései alapján a Vasasa várományosa az első helynek, de hát nincs ez még lefutva. Azt gondolom, hogy mindent megtesznek a lányok, én bízom bennük, és a végeredménynél mi fogunk örülni. Aki már volt Móricz kupán, láthatta, hogy milyen hangulatot teremtenek a móriczos diákok, a szülők, a szurkolók. Most számítotok-e hasonlóra? Szerintem feltétlenül, hiszen már nagyon régóta érdeklődnek, hogy mikor kezdődik, hol zajlanak a mérkőzések, és milyen összetételben, kik a meghívott csapatok. Tehát szerintem nem csalódunk bennük. Minden évben a legmagasabb létszámmal, 150-200 fővel lehet számolni ezeken a rendezvényeken, és utána is nagyon sok esetben vannak olyannan jött röplabdások, akik a Móricz kupa hatására döntöttek úgy, hogy szeretnék elkezdeni a röplabda sportágat. 28. alkalommal lépnek majd pályára hétvégén a Móricz kupáért a lány röplabda csapatok. Mit jelent az intézmény életében ez a nemzetközi torna? Minden tanében nagy figyelemmel fordulunk a nemzetközi leány Móricz röplabda kupa megszervezésére. 28. alkalommal kerül idén lebonyolítása, de 30-at kellene. A Covid két éve két lehetőséget szalasztott el a sport szerető gyermekek és felnőttek elől. Igyekszünk színvonalasan megszervezni, tulajdonképpen visszazökkent a régi kerékvágásába ez a nemzetközi torna. A Móricz évtizedek óta sportos iskola, mi a tapasztalata szülők körében, iskolaválasztáskor sokat jelent ez? Egy fontos szempont, igen, nagyon sokan érdeklődnek, és azért is választják iskolánkat, mert a sport az egy fontos szerepet tölt be az iskola és a gyermekek életében. A
második helyen zárta az őszi szezont a Vármegyei Labdarúgó első osztályban a Máté Szalkai MTK. Kis Tamás együttese 10 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 2-szer szenvedett vereséget. Egy első osztályú felnőtt futballcsapatunk, azt gondolom, hogy egy hosszú felkészülés után egy olyan bajnokságot produkált, illetve a bajnokságnak az őszi szezonját, ami mindenki megelégedésére szolgálhat. Hát elsősorban nekünk vezetőknek nagy öröm ez, illetve hát mindazoknak, akik a felnőtt csapat házatáján ugye munkálkodtak az elmúlt bő fél évben, hiszen nyáron azért 9 játékosunk eligazolt, ennek helyére 8 játékost igazoltunk. Elsődleges szempont továbbra is a fiatalitás volt, egyrészt, másrészt pedig, hogy azért nálunk nevelkedett játékosok kerüljenek vissza, amiből kijelentettem, hogy most a 23 fős keretből, ami most úgy gondolom, hogy már egy igazi futballcsapatnak a keretét jelenti, mert eddig azért az előző években ezzel is voltak problémák, létszámbeli hiányosságok, de most ezzel a 23 főből több mint a fele, 14-15 ember az vagy hazai nevelésű játékos volt, vagy eleve ugye itt pallérozódott, és itt is futballozott, meg futballozik jelenleg is Máté Szalkán. Ezekhez még erősítésként ugye NB3-ban szereplő játékosokat sikerült igazolni, akik ugyanolyan fiatalok, egy-két kivétellel eltekintve, de ott pedig a rutinnak nagyon nagy szerepe volt. Ez meg is hálálta, hiszen az a Toldi András, akit idehoztunk 27 éves, tehát ő a csapat egyik legidősebb tagja, azért a gólkirályi, házi gólkirályi listán ugye az első helyen áll, és rúgdossa a gólokat, tehát ezért hoztuk ide gyakorlatilag. Úgyhogy egy jó felkészülést produkált a csapat, bár a bajnokság elején veszítettük el azt a 2 meccset, az első 5 forduló az még egy kicsikét ugye a ráhangolódás időszaka volt, ahol épp a előttünk 1 ponttal álló Mándok otthonába szenvedtünk vereséget, illetve Tarpa csapatától. Na de hát azért 15 fordulóból 2 vereség, 3 döntetlen, és az összes többit az utolsó 10 fordulóban valami óriási produkciót hajtottak végre a fiúk, amit az is jelez, hogy azért a gólkülönbségekben is, a kapott és lőtt gólok számában is ott vagyunk az élen, tehát mi rúgtuk a legtöbb gólt, és viszonylag mi kaptuk a legkevesebbet, és plusz 24-es gólarányjal ugye ott vagyunk, hogy az egész mezőny fölött fölé kerekedtünk. Én azt gondolom, hogy ez a tudatos építkezés, ami évek óta zajlik a Máté Szalki MTK felnőtt csapatában, ez nem mondom, hogy csúcsa ért még, de nagyon reméljük, hogy azok az elképzelések, amik a szezon elején megfogalmazódtak a vezetők részéről, a vezetés részéről, a városvezetés támogatásával, azokat igyekszik most a szakmai stáb, illetve a játékosok is azt a menetrendet követni, miszerint a lehető legjobbat kellene kihozni ebből a 23-24-es bajnoki szezonból. Most ugye pihenőre vonultak a játékosok, még egy záró rendezvény van hátra, ahol megköszönjük nekik természetesen a fél éves igen szép teljesítményüket. És hát ugye ennek, ha jönnek az eredmények, akkor a közönség is ott van a pályaszélén, azért vissza lehet nézegetni a Kelet-Magyarország sporthasábjait, vagy akár a televízión keresztül is néhány mérkőzést közvetítettünk, azért szép számú közönség. Tehát megye első osztályú szinten azért 200-250 néző látogatta a meccseinket, ami azért is volt, mert szórakoztató focit láthattak a kilátogatók, sőt, mi több idegenben is azért sok helyre elkísérték a szurkolóink a csapatot. Úgyhogy egy rövid téli pihenő következik. Terveink szerint január 7-től megkezdődik a felkészülés a csapatnak. Egy előre a edző által eltervezett anyagot már benyújtott ugye a technikai vezető irányába is, és erről én tájékoztatást kaptam, mint elnök. Körülbelül egy 7-hetes felkészülés fogja ezt követni a január hónaptól kezdődően, és aztán nekivágunk a szezon második felének, és hát reméljük, hogy hasonlóképpen mindezt a szezonnak ezt az őszi részét abszolválni fogja a csapat. Az élmezőny az elég sűrű, 1 ponttal vagyunk lemaradva ugyan az első helytől, 2 ponttal van mögöttünk a harmadik helyen lévő csapat, tehát ott az első 5-6 csapatnak a pont arányai és különbségei azért elég szorosak. Meg hát láttuk azt, hogy mi egyenletes teljesítményt nyújtottunk, de a korábbi évekre visszautalva, vagy akár a többi csapatot figyelve, azért meglepetés eredmények is született.
lettek most így az ősz vége felé, amiben nyilván a külső környezet tényezők is, ugye mélyebb volt a pálya, sáros talaj, esős, hideg idő, tehát sok olyan tényező is közrejátszott, ami esetleg, meg hát a sérülések. És hát igen, egy dolgot nem említettem, hogy ez a stáb, ez a 23 fő stáb, ami most együtt dolgozik, örömteli tény, hogy az előző szezonból még voltak sérültjeink, ezek is felépültek, beépültek a csapatba, tehát minimális kis egy-két kisebb sérülést eltekintve azért elmondhatjuk, hogy sérülésmentesen sikerült ezt a bajnokságot végigjátszani, ami egy edzőnek is megnyugtató. Ez jelzi azt, hogy valószínűleg jó szakmai munkát végez, kettő pedig ugye, hogy így jobban tud hozzá tud nyúlni a játékosokhoz. Tehát nálunk a kispadon is olyan hosszú most, hál' Istennek, hogy nem kellett neki nagyon a fejét törni, hogyha valaki nem azt a teljesítmény nyújtott az adott mérkőzésen, hogy azonnal ne tudjon minőségi cserét végrehajtani a helyére. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy létszámban és a létszámnak megfelelően a technikai tudásban is olyan gyerekek ülnek, a Máté Szalkai fiatalokat is belértve, akik bármikor bevethetők, és a saját posztjukon ugye azt a teljesítményt nyújtják, amit elvár tőlük az edző vagy a vezető is. A feljebb lépés vonatkozásában pedig ugye azért mondtam, hogy azért ez az elkövetkező 15 forduló azért még hosszú lesz. Egyrészt, kettő, pedig nem elég egy bajnoki szezon megnyerni, hanem most már ugye évek óta osztályozó mérkőzéseket kell játszani, és láthattuk az elmúlt években azok a csapatok, akik megnyerték a megye első osztályú bajnokságot, azért nem tudtak feljebb lépni, mert általában ugye NB3-as csapatoknak a kieső zónájából érkező csapatokat sorsolják őket össze, oda-visszavágó alapon vannak, és hát ott azért az NB3-ban egy magasabb szint van. Nyilván a rózsaszín köd azért nem szeretnénk, hogy felszálljon, tehát szeretnénk, hogy a csapat ezt az egyenletes teljesítményt nyújtaná. Valahol titkon azt reméljük, hogy ezt a bajnokságot meg is tudjuk nyerni, legalábbis a csapat összetétele, és hogyha minden úgy optimálisan alakul, hogy őszi szezonban, akkor akár még a legfényesebb érem is a nyakukba lehet, de utána még ez egy következő fázis, hogy felnőjenek ahhoz a feladathoz, leginkább fejben, mert azt gondolom, hogy kvalitásokban azért egész jó szinten állnak a játékosok ebben a megye első osztályon, és hogy fejben is odaérjenek, hogy egy ilyen döntő helyzetben, amikor ugye egy kiki meccsen dől el a feljutásnak a lehetősége, abban hogyan tudjuk ezt érvényesíteni. Úgyhogy, de mindig csak a következő hétre, következő hónapra, következő mérkőzésekre gondolunk, úgyhogy kis lépésekkel haladunk előre. Reméljük, hogy ez aztán a végén egy csodával fog párosulni, mert azért elmondhatjuk, hogy elég régen volt már Máté Szalkai MTK az NB3-ban. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.